Az utóbbi időben az MNB több pénzintézetre is szabott ki büntetést, mivel jogsértéseket követtek el, többek között nem biztosították a beérkező azonnali fizetési megbízások non-stop véghezvitelét, karbantartási szüneteket korlátozták, stb. A jogszabálysértő állapot esetenként huzamosan a hitelintézet informatikai rendszerébe, illetve a belső eljárás rendjébe építetten állt fenn ráadásul. A folyamatosságra tekintettel és a többi jogszabálysértésre vonatkozólag 10, 50, 55, 58 millió forint értékű bírság megfizetésére kötelezte az MNB. Ezen kívül ugyebár a jogszabálysértések helyreállítására a különféle pénzintézeteket. A dolog érdekessége, hogy például az Erste Bank 22,9 milliárd forint adózás utáni nyerességgel zárta a 2020-as évet. Ennek tudatában mindenki beláthatja, milyen elrendtető erőt is képvisel ez a csekély összegű büntetés számokra a járvány haszonélvezőire. Mert valóban a bankok lettek a járvány haszonélvezői. Ezt alátámasztják a legújabb bevételi adatok is, miszerint a hitelintézetek 2021 első fél évében 405 milliárd forint féléves bevételre tettek szert a magyar nemzet kizsákmányolásából. Ezt megelőző fél évekre vonatkozólag pedig átlagosan 300 milliárd forintos féléves bevételt produkáltak a pénzintézetek. Ebből is látszik, hogy a bankok lettek a járvány haszonélvezői, ahogy azt a Mi Hazánk mozgalom meg is jósolta. Bőven átlag felül teljesítettek az utóbbi pár hónapban, mint az azt megelőző évekhez képest viszonyítva. A Mi Hazánk mozgalom komoly szankciók kiszabását követeli a hitelintézetekre is. A szankciók legyenek elrendtentőek és példás statuálóak. Nem elég a pénzbüntetés, tevékenység korlátozó intézkedésekre is szükség van. Folyamatos jogsértéseknél meg kifejezetten ezt kellene bevezetni. Sokkal komolyabb fogyasztóvédelmi intézkedésekre van szükség, és véget kell vetni annak, hogy a pénzintézetek a fogyasztók jogait csorbíthassák. Számoljuk fel együtt a magyar emberek bankok általi népnyúzását.